Jó reggelt kívánok, Fogas úr! Na mi van, megkukultál, vagy mi van már? Ne haragudjatok, nem szoktam idegeskedni, de most már ez borzasztó. Ez a tárgy nem akar velem sétálni, ez meg nem köszön vissza, amikor minden reggel vissza szokott köszönni. Most miért nem köszönsz legalább bólincsál, hogy valamit csináljál már? Bocsássatok meg, most már értem, hogy miért nem beszél, hát ez elveszítette a fejét. Hát fej nélkül ki tud beszélni? Majd meglátjuk, kedvesem. Ki az, aki otthon már szeret apával vagy nagypapával, csavarhúzóval, az a fiú, őt hogy hívják? Hangosan mond. Ádám, légy szíves, nyújj be a zsebedbe, és fogd meg, ne abba a másik zsebedbe, ott másikban van. Abból vedd ki a varrógépolajozót, emeld fel magasra. Emeld fel, Ádám. Emeld fel, és dobd ide egyszerre. Hopp! Kösz! Ádám! Ez szuper olajozó! Megengedett, hogy meggyógyítsam ezt a fogast? Köszönöm, jó szívű vagy. Majd mindjárt visszaadom, mert még szükségünk lehet rá. Na, fogaskám, meggyógyulsz. Te fogsz te még beszélni? Bocsánatot kérek, nem az én tárgyam ez az olajozó, ezért nem tudtam, hogy ilyen jól meg van töltve. Ádám, jó alaposan meg van töltve ez az olajozó. A nyakát is megolajozhatom, Ádám? Köszönöm, nagyon jó szívű vagy. Oda kevesebbet olajozok. Ádám, kapd el. Zsebbe? Legközelebb is szükségünk lehet rá. Kösz! Na fogas, meggyógyítalak én téged? Ez nem akar sétálni, ez nem akar beszélni, gyógyuljál. Hát nekem milyen szerencsém van születésemtől kezdve. Hát ezért nem kell nekem idegeskedni. Nézd! Ez a tárgy nem akar sétálni, az a tárgy nem akar beszélgetni. A szék a kedvencem, tudjátok meg! A széktől még soha nem kaptam kosarat. Képzeljétek el, a széknek még nevet is adtam. Úgy hívom, hogy Tone. Hogy hívom? Tone. Két té van a végén. Tone. Kösz! Szék! Szabad egy táncra, szék lány! Szék lány, ha pedig a bárban, farsankor, szép lányjal táncolok, nagyon bírok szép lányokkal táncolni, szoknyás lányokkal, természetesen nem nadrágos csajokkal, hanem szoknyással, akinek török forog a szoknyája. Legjobban a néptáncosokat bírom, van itt néptáncos? Bírom! Jaj, bírlak, jó vagy, kezeket le! A könyvtárba járókat, a könyvtárosokat bírom, meg a néptáncosokat nagyon. Amikor, jaj, de hát megint elfelejtettem, hogy nem táncolni fogunk ma. Hát játszani fogunk. Képzeljétek el, hogy én nem egyedül játszom, hanem társas játékot hoztam nektek, amihez kell egy lány. De... Várjatok, hát megint elfelejtettem levenni a sálomat meg a kalapomat. Hát úgy szokás, hogy a vendég megérkezik Simegre, akkor bemegy és akkor azt mondja, jó napot kívánok, Péter bátyú vagyok, leülök a székre, és akkor kalapba beszélgetünk. Mi van? Mi van? Ne haragudjatok, udvariatlan voltam. Sálom, elfelejtettelek levenni, de már nem kell lesz. Reggel nagyon hűvös volt, ahol ébredtem, nem is fáj a torkom. Tavaszig minden nap felveszlek. Kösz! Ha elmegyünk, megint felveszlek. Te most pihenj meg a fogason, csak ne akarj vele beszélgetni, mert ma megkukult.
Rók ki magad, hogy ne legyél gyűrött, hogy szép legyél, tessék. Kalapom, ez a kedvenc tárgyam, képzeljétek, a szék mellett, mert ez a kalap haj helyett is szolgál nekem. Melegíti a fejemet, és megvédi a szemüvegemet az esőcseppektől, télen meg majd a hópelyhektől is, olyan, mint egy jó kis háztető, ereszel, de most nem kell a színházban, pihenj meg a fogasod, kalap viszontlátásra. Kalap! Magyarul a viszontlátás az egyik legszebb köszöntés, hogy találkozás után elbúcsúzunk, mert szeretnélek majd még viszontlátni, nem utáltalak meg. Na, viszontlátásra! Kalap! Értesz a szép magyar szóból? Na, ide figyelj! Ne haragudjatok, most veszem észre, hogy ez miért nem érti a szép magyar szót? Hát ennek üres a feje. Egy nagy luk van az esze helyén. Meggyógyítom. Ádám, ehhez még olajozósa kell. Figyelj, kalap. Visszaveszlek, és küldök neked egy kis észt. Figyelj. Küldöm. Elég, a többi kell nekem. És most együtt búcsúzunk tőle kórusban, ahogy iskolában az énekkarban szólunk, hogy viszontlátásra, viszontlátásra. És még integessünk is utána, hogy el tudjon repülni. Viszontlátás! Sümegi házigazdák! Hogy ti milyen figyelmesek vagytok! Hát az ember megérkezik Sümegre, és vendégtörölközővel várják. Képzeljétek el, amikor én kisfiú voltam, akkor édesanyám, amikor jöttek a vendégek, előtte a húgomat meg engem oda rendelt, azt mondta, Juditka, Petike, ez a vendég törölköző. Beteszem a fürdőszobába. Ebbe csak a vendégek törölközhetnek. Amikor elmentek a vendégek, mi a húgommal mindig bementünk a fürdőszobába, és beletörölköztünk a vendég törölközőbe. És tudjátok, milyen illata volt a vendégtől közel? Napi illata, finom. Édesanyám mindig a napon szállította a törölközőt. Sümeged is szoktátok a napon szállítani? Jaj, tudjátok, aki napon szállítja, annak napi illatú lesz a törölközője. Akinek meg benszállod a fürdőszobába, meg dohszag lesz. Nekünk napszagú, nem szagú. Illatú a törölközőnk. Már is itthon érzem magam sümegen, és most adom át a játékot. Most már minden rendben van, köszöntem, bemutatkoztam, kalapsám a helyén, vendégtörölköző nyakba, akkor mikrofonálvány kölcsön, ez a mikrofont rendben van. Ne morogjál, mit morogsz? Mondom nektek, csak annyi tárgyatok legyen a felnőtt dokorotokba, hogy ti legyetek az urak, a gazdák, ne a tárgyak nőjenek be. Ide figyelj, te meg ide, mikrofonálvány. Edd meg a zöldséget, mert már olyan vékony lett, mint a kis ujjam. Hát nézzétek meg, ez folyton a menzán kitúrja a zöldséget a tányér szélére, és majd még egyszer elejti a mikrofont, és István bácsi sírva fog fakadni, mert ez egy drága mikrofon. Úgyhogy majd legközelebb ne morogjál, kölcsönbe vettem a mikrofont, és nem örökbe. Majd te is megkaphatod. És most én szeretnék egy olyan leányka, játékos társat választani, akinek sokszor mondják iskolában, és otthon is, hogy édes lány, fogd be a szád, ne beszélj annyit. Most több fénykére István, több fénynézőtérre, mert most jön a választás. Ezek közül a nagyszájú lányok közül, ki az, aki felnőtt korában szeretne édesanya lenni, feleség lenni? Ennek örülök, lányok. Na, a nagyszájú lányok közül ki az, aki édesen szeretne lenni, és a színpadon többet mosolyogna, mint így nézne. Mint a tévénézők. Na most, ezek közül a lányok közül, aki háromszor tette fel a kezét, mondjuk, az a lila onnan, a korlát mellől, a lila kardinális jöjjön ki. Gyere! Erre az oldalra, gyere, légy.
mozdulás, vigyázz a lépcsőn, nincs korlátunk, első szabály, életben maradni. Most még a színpadon egy csöpfényt adjál, még egy kis több erőt. Ú, de szép ez a... Hiba, ez kitől kaptad, anyától vagy apától? Anyától. Máskor is ebben gyere, ki nem növöd, rendben van? Rendben. Jó, nézd ki a nézőtérre. Innen föntről lefelé nézni egész más, mint lentről fölfelé nézni. Még mondhatsz nemet is nekem, de ha igen mondasz és más csinálsz, akkor imádkozom érted. Tehát, mert én senkit nem gyűlölök, tudjátok? Nem azt mondom, hogy tégy a gyűlölet ellen, én azt mondom, hogy én teszek a gyűlölet ellen ott, ahol én vagyok, kedveseim. Tehát, csillogó szemükén, nagyon bírom a szemeket, lenézel a nézőtérre, a másodikos lányoktól kezdve, negyedikes lányokon keresztül a tanítónéni, meg az ott vagy az Enikő látod, kifelé, vagy Anita? Anita ment kifelé, jó. Anitáig, tehát a felnőtt nőkig, minden nőt te egyedül képviselnél itt a színpadon, bátran, mosolygósan, jó kedven. Te lennél a nők képviselője. Most gondolkozz, mielőtt válaszolsz. Vállalod? Igen vagy nem? Igen. Tapsoljátok meg a nők képviselőjét! Akik ilyen langyosak, mint a lábvíz, azokat én nem bírom. Igen vagy nem? Azokat szeretem. Köszönöm, akkor állj, de légy szíves, és még annyit árulj el nekem, hogy téged hogy szólíthatlak. Veronika. Gyönyörű neved van. Én meg Péter bátyom vagyok. Mikrofonálvány. Te pedig légy szíves most, állj el oldalra, mert most nincs rád szükséged. Mondjuk, hova tegyelek? Mondjuk erre, erre az oldalra teszem, így. És majd, jaj, várjatok, Veronika, hát a tárgy is kaphat szerepet tőlem, akkor állj csak oda a túlsó oldalára. Mikrofonálvány, most te is kapsz egy szerepet, Veronika is kap tőlem, csak én nem tudja miért. Egyelőre csak a nő képviselője. Te most változál itt a színpadon, gémes kúttá! Most figyelj! Ezekkel a tárgyakkal annyi gondom van, mindig helyette kell megcsinálnom valamit. Ide figyelj, hajolj meg, olyan a gémes kút, nem láttál meg olyat? Így. És hajd le a fejed, ez az. Itt érzd meg, hogy van egy rúd, a rúd végén van egy vödör, ez azt se tudja, mi az, hogy kút. Ott lent a mélyben, ott van a víz, érted? És akkor így szoktak az emberek vizet húzni a gémes kútról, hogy leeresztik a vödöröt, úgy, ott van lent a víz, csobbantsd meg, és most húzzuk fölfelé, fölfelé, húzzat, 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 ne locsolj, mit locsolkod? A gémes kut meg azt hiszi, hogy húsvét van. Húsvét majd tavasszal lesz, most ősz van, te! A tárgyakkal annyi gondom van, na gyere, menjünk, hagyjuk ezt a gémes kutat, ott magadban locsolgassák csak, jó? Szia! És most, Veronika, te lány vagy, nőket képviselsz. Szerintem a lányok felét érik fiú nélkül. Most választunk fiú képviselőt. Na, fiam! Megint fényt a nézőtérre, sokat, ez az. Olyan fiú, akinek sokszor mondja a tanítónéni is, meg otthon is, hogy édes fiam, üljél már le a fenekedre, mert nem hiszem a fenekedre. Ez jó. Ezek közül a fiúk közül ki az, aki felnőtt korában szeretne édesapa lenni? Harmadikos vagy, Veronika? Harmadikos szintén? Hoppá! Negyedikes fiú, van-e olyan, aki ilyen kegyetlen? Onnan hátulról az a csíkos, onnan jöjjön ki, az a csíkos, az a tanítónéni elől. Gyere, fiam, ott pihenjen tanítónéni. Tette az a szőke. Te gyere csak ki. Gyere. A szőke jöjjön. Ez az, lassan gyere, első szabály életben maradni, fiam. Kösz! Azért hívtanak, hogy nem csíkos vagy, bocsáss meg, kockás. Látjátok? Mert már 70 éves vagyok, elmúltam, és messziről nem láttam, hogy ez kockás. Most te is a fiúk oldalra állj, légy szíves, először. Itt, ez a fiúk oldala, ez a lányok oldala. Hopp, kis türelmet kérek, de jó a hajad. Zselé van rajta? Igen.
Hát nem az irigység beszél belőlem, de nagyon jó a haja. Hátul is megnézhetem? Jó, rendben van. A fiadat meg kivágta le ilyen szépen? Még a bácsi. A fodrász? Akkor legközelebb mész Vida bácsihoz, akkor mondd meg nekünk Péter bácsi a színházból azt üzeni neki, hogy máskor is ilyen jól vágja le a hajadat, rendben? Még egyszer sem volt csodál. Hát akkor, akkor kivágja. Otthon, anya. Várjál, mert a Vida bácsi az pénzt kérne, anyád mennyi pénzt kért? Egyen sem. Tapsoljátok meg az anyját. Mert tudod, én a hajamat is a feleségem vágja, meg a szakállamat, mert ezért a semmi hajért képzeld el, hogy a fodrászatban 2000-et kérnek. Oh, oh. Akkor inkább a feleségemnek adok 2000 csókot. Akkor nézzetek le, fiaim, úgy, ahogy Veronika már az a gyönyörű barna szemével lenézett, és gondolkodás után elvállalta, hogy egyedül az összes nőt képviseli a színpadon. Ti meg a férfiakat képviselnétek, ketten, ugye, mert nőből elég egy, férfiből jobb, hogyha kettő van. Először téged kérdezlek meg, hogy hívnak? Bognár Marci. De szép neved van, és Marcinak szólíthatlak? Igen. Ezt megtisztelt. Mert kedvenc nevem a Márton és a Marci. Igen? Én tudom, hogy Martin. Nekem a Márton a kedvenc nevem. És neked mi a neved? Szegedűs László Boldizsár. Én Levente Péter István Viktor vagyok. És a Péter szeretem. Te melyiket választod a három neved közül? Bobó. Bobó. Csapjál be. Jó fejben. Bobó és Marci. Most nézzetek le, és ti is gondolkodjatok, mert a tárgyak nem tudnak gondolkodni, de az ember tud. Gondolkodj, és választhatok. A színpadon ti ketten tudnátok-e az összes férfit képviselni, még István bácsit is, ott a kameránál András bácsi van, vagy ki van ott? Misi. Hogy hívják? Misi bácsi. Misi bácsi, igen. Más felnőtt férfi nincs, ugye? Csak nők vannak itt, tanítónők, ugye? Igen. Hát, bizony-bizony jó lenne néhány tanító még. Jó, férfi. Téged hogy hívnak? Laurát nagyon bírom. Mert azt mondta, amikor kérdeztem, hogy van itt még férfi, azt mondta, hogy te, Péter bátyó. Rám azt mondta, hogy férfi, tapsoljátok meg. Szeretlek, Laura. Olyan figyelmes vagy, Laura, nagyon bírnak. Na figyelem, akkor Marci és Bobó lenne a férfi a képviselője, ha igent mondanak. De én nem megvárom. Mert aki igent mond, szeretem, aki nemet mond, szeretem, de aki igent mond és nem csinálja, azért imádkozom. Figyelem? Nem, imádkozom, hogy gyógyuljon meg, és ha igent mond, akkor azt csinálja. Vagy mondjon nemet, de ne csapjon be engem. Érted? Köszönöm. Figyelj, először Marci válaszol. Vállalod, hogy a férfiakat egyedül képviseled te ezzel a Bobóval, vagy nem? Igen, vagy nem? Igen. Kapcsoljátok. Ez komoly ember. Bobó, most te válaszolsz. Igen, vagy nem? Igen. Kapcsoljátok meg, Bobó! Jó! Akkor már van két férfi. Hoppá, váltok a nők odaján. Egy van csak. Tudom, mi lesz, nem? Női képviselő nem kell még egy, de most megválasztjuk sülegen a kisebbség képviselőjét. Már nyugi, nyugi. Majd meglátjuk, hogy ki az, aki a kisebbség Levente Péter Döbrentei Ildikó színházában. Nyugi. A felnőttél kisebb a... Nálam gondolkozni kell, úgy válaszoltak. A egyetemistánál kisebb van. Általános iskolás. A nyolcadikosnál kisebb van. Hetedikesnél kisebb van. A hatodikosnál kisebb van. Az ötödikesnél kisebb van. A negyedikesnél kisebb van. A harmadikosnál kisebb van. És itt megállunk, mert elsős nincs. Tehát a teremben a legkisebbek a másodikosok. A másodikosok között ki az a lány, aki a leges legkisebb, a legalacsonyabb. Gyere fel az én padra.
Meg te is gyereszel a színpadon, Szőke, gyere! Másodikos, ő másodikos? Igen! Igen, a Bogi? Gyere, Bogi! Gyere! Gyere, gyere! Gyere, Bogi! Gyere! Ezek a legkisebb lányok. Na most a fiúk a Bobon kívül, ki van, aki a legkisebb fiú? Ő jöjjön föl, meg a fekete. Meg a fekete. És az első székről tegyenek föl. Első szék. Na! Férfiak, ti odaálljatok. Ide a kisebbek. Ide a kisebbek egymás mellé. Udvariasságból, fiúk, ne haragudjatok, mindig a nők közül választunk először. Egyetlen kisebbségi maradhat fönn, mert most összemérjük, hogy ki a legkisebb. Először a Szőke, utána a szemüveges, egymásnak hátat fordítanak. Téged hogy hívnak? Vivian. Vivi? Téged? Bogi. Nézzük meg, a Vivi kisebb, de vagy a Bogi? Na most akkor kell egy döntőbíró, tanítunk mi egyenszes ide jönni. Jöjjön ide. Levente Péter. Kati néni. Kati néni, nézze meg, és kérem szépen, itt részrehajlás nincs, szavazó cédulát nem hamisítunk. A Vivi a kisebb, ugye? Tapsoljátok meg, Vivi! Bogi, gyere egy szíves. Bogi. Hol a Bogi? Hát gyere, ide, ide a mikrofonhoz. A Vivi kisebb nálad, te felejtsd el, hogy te már a legkisebb vagy, édes. Te már egyáltalán vagy a legkisebb. Hajolj meg és tapsoljátok meg. Mehetsz a helyedre, és most a Vivi és téged hogy hívnak? Damaris. Damaris? Igen. Damaris, még ilyen nevet nem hallottam, de az ember mindig okoskodik. Damaris, fordítsatok hátat. Damaris vagy Vivi? Kati néni? Világos, te már nem vagy kicsi, édesem, felejtsd el. Ha, nálad sokkal kisebbek vannak. Hajolj meg és tapsoljátok meg. Mehetsz a helyedre. Damaris a lányok között a kisebbséget képviseli, és most a fiúk közül. Ide áll a három fiú. Ja, várják, de igazad van, Bobó. Nézd meg, mert ő eddig azt hitte, hogy ő a legkisebb. De most fordít először a Bobó, és tiket, téged hogy hívnak? Máté. Máté? Ki a kisebb? Máté, te már régen nem a legkisebb vagy, felejtsd, amikor azt keresek, hogy ki a legkisebb, te mondjad, hogy nálam sokkal kisebbek vannak. Hajolj meg és tapsoljátok meg, és figyelj, mert Máténak még azt is megengedem, hogy leugorjon innen, tessék. Tapsot kérek, jó voltál, Máté? Ki a kicsi? Aki belül kicsi, a szívébe kicsi, meg a fejébe. Na, Bobó, gyere ide! Ti ketten, ide, ti ketten, háttal egymásnak, téged hogy hívnak? Lédei Bence. Bence vagy Bobó a kisebb? Kati néni? A Bobó a kisebb. Aha! Bence! Bence, nagyon jó a szemüveged, mindig szemüveg vegyél, mert nagyon bírom a szemüvegeseket. Hajolj meg, te már nem vagy kicsi. Tapsoljátok meg! Bence, a Bence, én nálam választhat, lányok, odaálljatok. A Bence nálam választhat. Le akarsz ugrani, vagy lesétálsz a lépcsőn? Te választhatsz. Lesétálok. Büszke vagyok, mert gondolkodó magyar. Tapsoljátok meg! Szuper vagy, Bence! És most figyeljetek, utolsó összeverés. Bobó, és téged hogy hívnak? Sörlemente. Ez a barátom! Most már találkozunk egymással, sümegelezünk, kezet fogunk, bemutatkozunk, Sörlemente Péter. Tapsoljátok meg, Leventét! És most figyelj, ki a kisebb? Akkor Bobó, te is felejtsd el, hogy a legkisebb voltál, már régen volt az, most már te is nagy vagy, különösen, hogyha az eszed, meg a szíved nagy, nem a tested, mert láttam ekkora testű, és most én beszélek.
ekkora testű bunkókat, akinek csak ekkora a szíve, a fejében meg annyi ész van, mint az én kalapomban. Na emberek! Hol van ez a nagy darab fiú? Gyere vissza! Te hova mész? Marci! Tapsoljátok meg a Martint! Megmondom, miért tapsoltátok meg. Mert Martinnak volt annyi esze, hogy nem így pisilt be. Ez az egyik. A másik azért kellett megtapsolni, mert odament tanítónénihez, és megkérdezte, hogy kimehetek-e vécére. Tanítónéni meg azt mondta, hogy rendben van, fiam, mert te már nem vagy pelenkás. Csak józan paraszt ésszel gondolkodjunk, mert én a józan parasztokat tisztelem. A bunkókért imádkozom.